Ifja Pócs János szerint a 2017-es költségvetés a kiemelkedő sporttámogatásoknak és az új strandkoncepciónak köszönhetően jelentősen előtérbe helyezi a Sportidegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság munkáját, közvetve pedig pozitív hatással lehet a fiatalok itthon tartására. A bizottsági elnök értékelése következik. Közérdekét az emberek egészségét dolgozik. A Jászapáti Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság három feladat körében a helyi sportegyesületek támogatását, a helyi turisztikai adottságok népszerűsítését és a környezetvédő zöld beruházások megvalósítását végzi. 2017 ismét egy sikeres év lesz. Sikeres, mert az elnök szerint a jelenlegi aktualitások mind erre mutatnak. A kapott jelentős állami béremelés vélhetően csökkenteni fogja az elvándorlást, miközben a beérkező és megvalósuló fejlesztések vonzóbbá tehetik Jászapátit az itt maradók vagy a betelepülők számára. Mindezek megvalósításához kellett a helyi lakosság és a vállalkozók adóforintja a 2 milliárd forrás mellett. A költségvetést kiváló szakemberek állították össze, akik az év során figyelni fogják és ellenőrizni a bevételi, illetve kiadási egyenleget, hogy minden rendben menjen. A bizottság nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani a városvezetésnek, a pénzügyi bizottság elnökének, a hivatal munkatársainak, akik összeállították az anyagot, a képviselőtestület tagjainak, akik elfogadták, valamint köszönet a lakosságnak és a helyi vállalkozóknak, akiknek az adóforintjából mindez megvalósulhatott. A bizottság három ágazatában kiemeltük a legjelentősebb tételeket. Csak sport területén 46 millió forintot költ az önkormányzat. Az idegenforgalom növelése érdekében 21 millióból óvják meg a városképet meghatározó épületeket az amortizációtól, de a zöld területek kezelésére is 12 milliót költenek a környezetvédelem területén. Szeretnénk idén szórólapok, illetve előadások formájában felhívni a lakosság figyelmét a természet megóvására, illetve az idegenforgalommal kapcsolatban fontosnak tartjuk a városmarketing fejlesztését, a látványosságaink reklámozását, az utcai reklámoktól kezdve, a kiadványokon keresztül, egészen az internetes hirdetéseikig. Ifja Pócs János szerint ez a három bizottsági ágazat valóban a város élhetőségét szolgálja. Fontos az élhető környezet, illetve hogy mennyire vonzó a város szolgáltató szférája, és persze a kultúra mellett a sport milyen szerepet kap egy felvilágosult, egészségtudatos, trendi városközösségben.